Bátaszék polgármesteri hivatala nem csak a város ügyeiben intézkedik, hanem további három kis település közigazgatásában is illetékes. Mindez jelentős terhet ró a szakmai stábra. A legutóbbi testületi ülésen beszámolt az elmúlt évi tevékenységéről a közös hivatal. Az anyagokból látszik, hogy 2018 is egy mozgalmas esztendő volt a hivatal életében. Óriási számokról beszélünk ügyiratforgalomban. Ha azt mondjuk, hogy a három képviselőtestület, amelynek a működését ugye a hivatal ellátja, több mint 400 határozatot hozott, több mint 50 rendeletet alkotott a három képviselőtestület, ez is már önmagában jellemzi, hogy mekkora előkészítő munkát kell itt végezni a hivatali apparátusnak, de emellett ugye a lakossággal is kapcsolatos ügyintézések is itt zajlanak. Azt lehet mondani, és úgy ítéltük meg, hogy 2018-ban is a szakmai elvárásoknak maximálisan eleget tett a közös önkormányzati hivatal. A létszám változás ugyan bekövetkezik, de jól állják a sarat, jól tudják pótolni a kollégákat adott esetben. Mind a három képviselőtestületnek az volt az összefoglaló véleménye, hogy elégedettek a hivatal munkájával. Alapvetően a hivatal az jogszabályok mentén működik, tehát a jogszabályok határozzák meg azokat a kereteket, melyek között nekünk az ügyintézési feladatokat el kell látni. Informatikailag lehet segíteni ennek a rendszernek a javításán, bár el kell mondani, hogy a jelen informatikai rendszer egy kicsit dadogós, döcögős. Ennek a fejlesztése mindenképpen indokolt. Ha abban tudunk egy kicsit előrelépni, akkor valóban egyszerűsíthet az ügyintézés, amelyet én úgy gondolom, hogy a lakosság is érzékelni tud majd a későbbiek folyamán. Három témában is zárszámadást tárgyalt a képviselőtestület. Megtörtént a közös hivatal gazdálkodásának értékelése is. Abszolút elégedetten tudunk ebben a kérdésben nyilatkozni. Az előírtaknak megfelelően az előírások között tudott a gazdálkodás lefolyni, likviditási gondok a hivatal életében nem voltak, és hát egy minimális pénzmaradvánnyal tudta zárni a 2018-as esztendőt. Hasonlóakat tudunk elmondani a önkormányzat gesztorságával működő társulások esetében is. Ugye egészségügyi, szociális, illetve az oktatási társulást működteti a közös önkormányzati hivatal. Itt is a pénzügyek teljesen rendben voltak, előirányzatok között tudott mozogni mind a két társulás. Itt is pénzmaradvánnyal zártunk mind a két esetben. Úgy gondoljuk, hogy a gazdálkodásban semmifajta fennakadást nem volt tapasztalható a 2018-as esztendőben. Emellett a város 2018 évi költségvetésének értékelésére és zárszámadására is sor került. Amellett, hogy pénzügyi szempontból kedvezőbbek, hiszen nem kell önállóan fenntartani szinte ugyanazt a szakmai apparátust, tehát átfedésekkel lehet működtetni, és ez ilyen szempontból költséghatékonyabb. Szakmailag is többet tudunk nyújtani társulás keretében, mert kvalifikáltabb szakembereket tudunk gyakorlatilag a feladatokba beállítani. Tehát ez a kettősség szempontjából úgy gondolom, hogy egy társulásban való működés vagy működtetés előnyös, elsősorban a kis települések számára. Döntés született a 2013 évi civil támogatásokról. Pályázatot írt ki az önkormányzat még májusban 4 millió forint keret összeggel. Az a döntés született, hogy a 4 millió forintos keretet mintegy 300 ezer forinttal megemelve 4 millió 300 ezer forint került szétosztásra a civil szervezetek között. 18 civil szervezet nyújtott be pályázatot, mind a 18 civil szervezetet támogatja a város. A támogatás mértéke 50 ezer forinttól 1,5 millió forintig terjed. Ezekkel az összegekkel próbáljuk segíteni a civil szervezeteket egyrészt, hogy a működési lehetőségeik egy kicsit jobbak legyenek, másrészt, hogy az évi rendezvényeiket meg tudják tartani.